Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát ma egy nagyon érdekes, vegyes, finom vegyes előadást szeretnék önöknek tartani az árnyékének az aljasságáról. Ez most vicces nagyon, de nagyon komoly a dolog, tehát meg fogjuk látni, hogy mennyire aljas tud lenni az embernek az árnyékénye. Viola a patkány évében született, és az ikrekkel van analogikus kapcsolatban. Szívem, folytassad, én elmegkiszok egy kis vizet addig, jó? Jó. Hát a kínai asztrológiában a patkány, az a káldeusi asztrológiában az ikreknek felel meg. És mit mondjak még az árnyék érről? Hát ugye a pszichológiában már ott is felfedezték az árnyékének a jelenségét. Ezt a kifejezést azt hiszem, hogy onnan is ismerik az emberek általában. És hát röviden ez az a részünk az árnyékén, ami tulajdonképpen mindig lebeszél arról, amit tennünk kellene, és amilyen alapállást fel kellene vegyünk, és amilyen irányba vezetne minket, és ad sugallatokat, azok mindig könnyű nyerességgel, könnyű örömszerzéssel kapcsolatos. Kényelemmel kapcsolatosak, ahol persze nem találjuk meg a boldogságunkat, és ezek az ikrekkarmás emberek azok, akik végül is az életben abban, az elől, hogy valamiben elmélyüljenek, és igazán bizonyosságot nyerhessenek egy tudásban, vagy hogy más személyekben igazán megbízhassanak, az elől mindig menekülnek. És akkor vagy felszínesek a kapcsolatok, tehát vagy felszínesek például a párkapcsolatukban, a házasságukban, vagy pedig bizonyos időközönként mindig tovább mennek, tehát elválnak, elmenekülnek, tovább mennek. Hát általában meg sem házasodnak, tehát nem is tudnak elköteleződni, és nem vállalják az elköteleződést. Mit mondjak még? Hát, amit kell tudni, a levegőjegyről. Ja, a levegőjegyről. Tehát a levegő karma, tehát a levegő elemhez tartozik az ikrek, és a levegő alkímiai elemről azt kell tudni, hogy ez amikor karmában jelentkezik, akkor tehát azok az emberek, akiknek levegő jegyben áll karma pontjuk, azok hajlamosak arra, hogy amikor a sorsuk olyan fordulatot vesz, valamilyen újszerű, számukra újszerű információt szolgáltat a sors, tehát valamilyen új helyzetet kellene ők megértsenek, és megtartsák abban is a stabilitásukat, az addigi hitüket, bizalmukat, a tudásukat. Ők olyankor megzavarodnak, és elfogja őket egyfajta menekülési vágy. Mert kétségbe esnek. A levegő elem az a négy ős elem közül a legközelebb áll a szellemvilághoz. Tehát a föld megfoghatóságával szemben, tehát a szilárd anyagnak, szilárddá változott anyagnak a megfoghatóságával, érzékelhetőségével, láthatóságával, értelmezhetőségével szemben, ugye, sőt, még a vízellem is valahol, még akkor is, hogyha már azért kicsit azért kifolyik a kezünk közül. Az érzelmek világa, az érzelmek világát testesíti tehát meg a vízellem. A tűzellem meg a szenvedélyek világát, a szenvedélyesség, az erő, az energia világát. A levegő ellen már a szellem világát testesíti meg, mindazt, ami azonnal nem érthető, azonnal nem megfogható, azonnal nem érzékelhető, nem értelmezhető, és így tovább. És amikor ez negatívan jelentkezik egy személyben,
akkor ő sem érti tulajdonképpen, hogy mi történik vele, és igazából a fantazmagóriák világa lesz, ugye? Tehát irreális képzetei lesznek a gyakorlati tárgyi valóságról, éppen úgy, mint a szellemi-spirituális dimenzió folyamatairól, jelenségeiről és erőiről. Ezért tehát a levegőkarmás embernek azt kell megtanulni, hogy persze, hogy emiatt, mivel hogy minden ellenségesnek tűnik, minden zavarosnak tűnik, minden félelmetesnek tűnik ezekkel a fantazmagóriákkal, amikről beszéltem, ugye? Tehát állandó szorongásban és állandó félelemben vannak a levegő ellemmel született személyek, levegő ellemű karmával született személyek, és szeretnék állandóan és folyamatosan magukat bebiztosítani. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy a nehéz földellemű személyeknek a jellemzője tulajdonsága az, hogy ez a biztosítási kényszer, biztosítási mánia. Persze a beavatkozási mánia is van, de ez mind abból ered, hogy szeretné a levegő karmás ember, aki bizonytalan a még a saját létezésében is, saját gondolataiban, saját érzéseiben is, szeretné bebiztosítani magát a vesztesség ellen, a félelmetes, az ő fantázia képzeti rendszerében lakozó félelmetes jövő ellen, és így tovább. És ezért legtöbbször, amikor úgy véli ő, hogy beigazolódnak az ő félelmei, az ő jogosnak képzelt negatív szugesztiói, látomásai, akkor pánikba esik a legtöbb esetben, és mivel fél ezektől a szélsőségesnek gondolt helyzetektől, tragikus helyzetektől, amiket rendszerint aztán be is idéz magának, mert a képzeletnek van a legnagyobb mágikus ereje, ugye? Tehát a gyakorlatias földi karmás ember, aki állandóan azt mondja, hogy amit megfogok, csak az igaz, ugye? Amit letapinthatok, amit látok, érzékelek, az igaz, nem hiszem semmi másban. Annak az nem fél annyira a valóságtól, nem fél annyira a valóságnak ettől a sikamlóság, nem is sikamló, hanem, hogy mondjam, levegős fordulékonyságától, pörgősségétől, mint a levegő karmás ember, és ezért szeretné bebiztosítani magát, és ezért a legtöbb levegő karmás ember, amellett, hogy a levegő az férfias jegy, maszkulin jegy is, ugye, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy a tűz ellen az a legveszélyesebb. A levegő sokkal veszélyesebb, hiszen derült égből villámcsapásként érkezik az emberre az, amit be is idéz végül is saját magának általában. És a végén szerencsétlen azt mondja, hogy nem ennyire igazam volt, mert engem igazolt a valóság, hiszen amitől féltem, s amiről fantáziaképzeteket alkottam, az megvalósult. És akkor mondja, hogy jogos az ő félelme, tehát. Na most ilyenkor próbálja ő a valóságot uralni. Tehát innen ered például a zsarnokoskodási lelki magatartás is, tehát a zsarnokoskodási az irányítási mániából, beavatkozási mániából, ugyanis a levegő karmások szeretnék úgy irányítani az életet, a sorsot és mindent, hogy őket különleges meglepetés ne érje, őket balszerencse ne érje, őket kellemetlen meglepetés és félelmetes sorsfordulat ne érje, stb. És ezt kell megérteni tehát egy levegő karmás embernek, hogy minél inkább készenlétben áll és megszoktatja, hozzászoktatja magát, hogy bármilyen fordulatot is hozna a sors, és ez az egész életünknek a paradoxona, ugye? Tehát, hogyha minél inkább lelkileg erősekké válunk ahhoz, hogy ne essünk pánikba, ne legyünk agresszívek, ne legyünk kétségbeesettek, ne kövessünk el végzetes, úgymond tetteket olyankor, amikor tényleg egy-egy sorsfordulat vagy egy kellemetlenebb helyzet bekövetkezik. Tehát ez a paradoxon benne, és ez a titka az egész, metafizikának és spiritualitásnak és asztrológiának, hogy mintél inkább erre fel vagyok készülve,
olyan értelemben, hogy megerősítem a lelkemet, és eldöntöm, és elhatározom, és betrénírozom magamat, hogy bármilyen fordulatot is hozna a sors, akkor sem esek pánikba, nem esek kétségbe, nem kezdek kapkodni, nem leszek agresszív, nem követek el még nagyobb bajokat és hibákat, hanem megőrzöm a lélek jelenlétemet, odafigyelek, és megkeresem a kauzális okait annak a bizonyos negatív sorsfordulatnak, ami csak bennem lehet. Tehát számtalanszor elmondtam, hogy a rezonancia törvénye alapján a külvilág az mindig csak megtestesíti azt, amit kauzálisan nem jól csinálok, vagy azért, mert és akkor van nagyobb baj, amikor már tudom, hogy úgy kellene csinálnom, és nem csinálom, úgy, ahogy mondta az előbb Jula. De főként akkor is megtörténik ez, hogyha van valami karmámmal kapcsolatos dolog, amit még nem vettem észre, még nem világítottam át, még az asztrológus nem mondta meg, mert még nem csináltattam horoszkopot például. Ugye, és nem tudom, hogy mi van, és akkor behozza a sors, odahozza az életterembe, az orrom elé azt a negatív helyzetet, ami tükrözi az én rejtett karmikus tulajdonságaimat. Na most minél inkább tehát hozzászoktatja magát az ember ahhoz, hogy ezt észrevegye, ezt kutassa, ezt keresse, és utána megint csak ne azonnal csak a pragmatikus megoldást, nem csak a pragmatikus szinten akarja helyrehozni a dolgot, hanem kauzálisan is, tehát spirituálisan is, a karmáját tehát dekonspirálja, és megtudatokolja saját magától azt a pozitív mentalitást, amit fel kell vennie ahhoz, hogy az életet gördülékenyen folyjon tovább is, akkor tehát minél inkább ezt tudja, bemondtam az előbb, betrénírozza magát, annál inkább kimaradnak az életéből ezek a negatív sorsfordulatok, ezek a nagyon durva, nagyon tragikus, egyes esetekben tragikus, vannak, akik belehalnak. Egy-egy uránuszi, az uránusz az levegő bolygó, egy-egy uránuszi sorsfordulatban, egy-egy ilyen uránuszi sorshelyzetben, itt gondolok autóbaleseteket, sportbaleseteket, például síbaleseteket, repülőbaleseteket, stb. Belehal az ember. Vagy olyan is van, hogy megcsúszik a jégen, és kitöri a nyakát, és vége meghalt. Tehát ezek a hirtelen jövő nagyon-nagyon végzetes és nagyon durva, mint amilyen a villámcsapás, tehát szokták mondani derült égből villámcsapás, hogy a Jézus, ahogy mondja, hogy a szél az fúj, mindenünnen fúj, és nem tudod, hogy honnan fúj, és honnan jön, nem tudsz felkészülni rá. Egyetlen felkészülési módja van, tehát a levegős karmásnak ez a problémája, nagyon intelligensek, és úgy akarnak felkészülni, hogy ki akarják védeni a tudomány segítségével a sorsviszontagságait, amit nem lehet. Ez a tudománynak a nagy szerencsétlensége és a nagy szélhámossága, pont akkor a szélhámos a tudomány, mint a vallás ilyen szempontból. Azt hazudják, hogy ki lehet védeni bármit is a tudomány segítségével, illetve a vallásos ájtatoskodás segítségével. Nem igaz, kérem szépen. Csak is a belső átváltozással nem tudok kivédeni mindent, és hanem esetleg enyhíteni tudom a dolgokat, és szüntelen fejlődésben jövök, vagyok. Egyébként a fejlődés egyetemes törvénye is az Uránuszhoz és a Zéhez tartozik, a vízöntőhöz tartozik. Ugye, tehát a fejlődés, a szellemi, spirituális fejlődés azt jelenti, hogy minden életeseménytől, minden negatív életeseményből pozitív, csak is lehetőleg pozitív, gyakorlandó mentalitást, tehát gyakorlandó, felvevendő pozitív mentalitásra vonatkozó következtetéseket kell megtanuljak levonni. Így ezt mondtam el, amit jó hosszasan kisegítettelek, ugye? Esetleg, ha valami közbeszedbe jutott, akkor mondjad. Azt még fontosnak tartom, amit kevesen tudnak, hogy te hívtad rá fel a figyelmemet, hogy például ez a bebiztosítás levegő karmásoknál, hogy például a vízöntő karmások tesznek olyasmit szélsőséges esetben, tehát úgy mondta, hogy az egész születési konstelláció elég szélsőséges. Persze, van amikor azok, tehát a levegő karmának a másik változata, amikor vakmerő. Tehát az egyik a bebiztosító, a túlzottan óvatos, a túlzottan félénk, a másik véglet a vakmerő, az életét, még az életét is kockáztató, sőt más sok életét is kockáztató, őrült. Igen, mondjad? Azt a példát akartam elmondani, hogy viszöntő karmások tesznek olyasmit, hogy elrabolnak, mondjuk valakit sokba tartanak. Uh-huh.
Igen. Tehát ez is egyfajta bebiztosítás, nem az... És fizöntőkarmásokkal történik meg. Ja, értelek. Igen. Persze. Igen. Hát tehát, hogy tehát, hogy ez az erőszakos bebiztosítás, hogy az ízöntőnél, hogy még a másik személyét sem vesz figyelembe, hanem hogy neki kell. Tehát vannak ilyen esetek, hogy egyfajta társnak, és persze szexuális rabszolgának, hogy férfi elrabol mondjuk fiatal nőt, vagy kamaszlányt, és akkor fogva tart. Vagy például néztem meg ennek a, volt nem tudom, pár éve ez a norvég lövöldöző, hogy annak is volt vízöntő karmája. És akkor ez is egy olyan dolog, hogy a társadalomban ő nem volt azzal kibékülve, hogy Svédország, vagy ja, az Norvégia, igen. Hogy Norvégiában is már sok volt a bevándorló, és hogy olyan párt volt kormányon, ami bevándorláspárti volt, és hogy azok szerveztek egy ifjúsági tábort, és akkor ő beavatkozott a dologba azzal, hogy elment abba a táborba, és ott neki állt mészárolni az embereket. Hát ez az, akiknek már akár, tehát mind a közömbösség ne továbbja. Tehát a két véglet a föld, nem véletlenül példáloztam az a földdel, földkarmával vagy földjeggyel, mert az egyik véglet a föld, amelyik egy miatt közömbös, tehát azért közömbös, mert magától fogva, tehát nincs olyan finom érzékelési rendszere, mint a víznek, például a vízelemnek, vagy a tűzelemnek, ami egyből fellobban, ugye, a vízelem azonnal megrezdül, a föld kevésbé. Na most a levegőnek elég egy pici, egy szikra, ugye, s már robban. Tehát afelől is biztosak lehetünk azért, hogy akik egy ilyen mészárlás áldozatai, azért azok is, ahogy Jung mondja, Carl Gustav Jung, hogy az áldozat mindig hívja maga ellen a gyilkost. Persze a gyilkost semmi nem menti fel. Nagyon kell vigyázni, mert most már ezt a Jung tételt kezdték a misztikába alkalmazni, mint a tükörelméletet, ami egy nagy marhaság egyébként, mert semmi nem tükrözi az embert egy az egyben. Ez lehetetlenség, hogy engem egy az egyben minden egy esemény például tükrözzön. Vagy egy másik személy. Vagy egy másik személy, vagy a másik személynek a viselkedése, ugye. Leginkább akkor szomorított el, amikor a volt feleségem elhagyott, és akkor előálltak. És pont egy ikrek, egy vásárhelyi fiú, aki kiszökött való a kűzé, nyugatra, ott előállt azzal, hogy minden botnak két vége van, és hogy biztos, hogy én is valamit, nem tudom, hogy mit képzelt elő, aki jól ismert, és többször volt velem táborban az előtt, hogy mit követhettem el én a volt feleségemmel, közben azt követtem el, hogy pont úgy kiméltem, mint a szülei, sajnos, és pont úgy tojattam, s ahogy mondják, a tenyeremen hordoztam, az volt az egyetlen bűnöm vele szembe. Mindent annak vetettem alá, és annak rendeltem alá, hogy tudna fejlődni és jól érezni magát családanyaként, mondjuk, mert már jött a harmadik gyermek is, ugye, és ahelyett, hogy azt asztrológusként megfelelő magatartást felvettem volna, ugye, hogy neki is azért van karmája, és van, amit, hogy mondjam, tehát csak úgy tudja azt meghaladni, hogyha terheket is visel, ugye, azzal kapcsolatosan, annak megfelelően. A tehermentesítési igyekezetem vitte őt rá oda, hogy ideje volt eleget ülni az interneten ahhoz, hogy még szerelembe is tudjon esni a fantazmagóriáit, meg a fantáziáit. Legyen ideje rá is, és nyugalma, és elég pihentsége ahhoz, hogy még fantáziálni is tudjon, ugye? Igen, ráértés, és volt energiája is rá hozzá, hogy fantáziáljon házasságon kívüli boldogságról, mert egyáltalán nem egy nehéz családból, nem egy nehéz sorsból menekült ő el. Ugye? Na, tehát akkor semmiféle, semmi közöm volt nekem ahhoz, hogy ő ott hagyta, én meg harcoltam, hogy a gyermekeket ott tartsa magamnál, és megmentsem őket a hányattatástól, mert kicsi Réka megint itt van, ugye? Még akkor is, amikor Emőke nem fizet pénzt, hónapokon keresztül gyermektartás pénzt nem fizet a három gyermekre. Nem, hogy még Réka, amikor velünk van, mert...
nincs mit csinálni, el kell fogadjam, ugye, hogy Réka olyankor is ott van, amikor éppenséggel úgy érzem, hogy anyagilag nem tudom vállalni, de akkor is kell vállaljam, mert mégis az én leányom is, és nagyon szeret velünk lenni, és hogy mondjam, tehát az nekem fontos, hogy ő is helyesen nevelődjön, mint a nővérei. Na, tehát semmi közöm nem volt nekem ezekhez a dolgokhoz, a felelőtlenséghez, stb., és akkor mégis rám akarták kenni, hogy jaj, ott valamit mégiscsak kellett szilárd csinálni, titokban valamit mégiscsak nem lehet tudni, ki tudja mit, és akkor ezek az inszinuációk, akkor minden félére lehet gondolni, ez a legrosszabb, hogy ottan célozgatnak valamire, hogy ők tudják, talán ők sejtik, hogy de kérem, de nincs, de tessék eljönni, tessék megnézni, nem, ez sem igaz, az sem igaz, mint Gerle Iva esetében. Hát ez is egy ilyen korrupt gondolkodás, mert ha pontosan valakinek van egyfajta igényessége magával szemben, akkor már el tudja azt képzelni, hogy más embernek is van, és akkor... Hát igen, ez kevés az ember. Na most ez a vásárhelyről mert ki... Mert ilyet csak az mond, hogy jó, biztos, hogy mind a kettő meg volt a hiba, csak az mond, aki magával szembe sem támaszt igényességet, csak úgy gondolja, hogy mindenki úgy csinálja, mint ő. Tehát egyféleképpen korruptan, tehát vagy csal, vagy nem tudom, mit csinál, hazudik. Na hát ez nagyon érdekes szempont, ezt meg kell jegyezni. Ez most nagy dolgot mondták ki, tudod? Erre nem is gondoltam volna. Hát mert én, tehát én is, hogyha visszaemlékszek az asztrológia előtti önmagamra, akkor is azért én eléggé becsvágyó voltam, tehát én akkor sem vallottam mondjuk ezt, tehát ez egy nagyon meggondolatlanságot csak úgy rámondani valakire, hogy biztos mind a kettőben volt egy hiba. Tehát ehhez szerintem egy ilyen világnézet kell, hogy ilyet merjen valaki mondani. Hát de neki ez volt a világnézete, egy csomó idióta, misztikus, állj meg, misztikus, de korrupt az egész misztika, érted? Ja. Az egész misztika korrupt, mert ő tudják a vonzás törvényét a Secret című filmből, akkor onnan megtanulják a tükrözés törvényét, mert arról pofáznak ott egy csomó mindent. A könnyű sikerkönyveket írok, sikerembereket, és akkor meggazdagodni, ugye, hogy ő mekkora, mennyire meggazdagodott. És tudják a reinkarnációt, és azt mondják, hogy ezzel aztán már mindent tudnak, érted? És akkor tehát az árnyalt gondolkozásra teljesen, hogy mondjam, alkalmatlanná teszik és képtelenné teszik saját magukat, de azt is, aki még esetleg alkalmas és képes lenne rá, ezekkel a hülye, idióta, gumibugyis formulákkal, érted, hogy minden engem tükröz. Mint ahogy jött az egyik barátunk ezelőtt 3 évvel, ugye, hogy őt az egész világ tükrözi. És akkor mondtam, hogy hát akkor semmi nem tükröz téged, mert 1/7 milliárd, ugye, 1/7, az egyenlő 0, nem? 0,000 volt, tehát ennyi tükrözősed van akkor neked az egész világ. Tehát személyesen, tehát ezért mondom, hogy párkapcsolat azért fontos, azért mondja Shakespeare, hogy az igazság helye, hogy egyetlen egy emberbe, egyetlen egy ellentétes nemű szemébe tudok tükröződni, folyamatosan együtt élve vele, nem? Ezért például többször mondtam már, hogy a muszlimoknál ez a többnevűség, ez egy antikrisztusi, ez egy metafizikátlan, hogy mondjam, intézmény, mert nem létezik, hogy az a férfi, kérem szépen, akinek annyi nője van, ugye, hogy melyiktől fogadja el, akkor melyiknek fogadja el a véleményét, melyiknek ellenőrzi a véleményét, ugye? Vagy egyáltalán elfogad-e véleményt? Nem tükröződik akkor senkibe, és persze a maga őrültségeivel mondja a sok hülyeséget, és azt hiszi, hogy az egész világot fel kell robbantani, mert Allah így akarja. Na, tehát az árnyékén, tehát minden ember személyiségében általában létezik többé-kevésbé, tehát kisebb vagy nagyobb arányban, ezt akartam mondani, ez a bizonyos árnyékén, és ez kérem szépen a karmánkkal együtt játszik. Tehát azt is elmondtam, hogy minimum 4 konstelláció szerint mindenki fordítottan látja Lilith inverziónak köszönhetően a gyakorlati és a spirituális valóságot is. Na most ez az árnyékén, ez általában, tehát ez az egónak az egó tulajdonképpen, nem egyéb, amiről mondtam, hogy az elején egészséges, tehát addig, amíg felnövekszünk 21 éves korig, kell is egy adott egó, egy adott
önzés, egy adott, hogy mondjam, verekedési és, hogy mondjam, létért való küzdelemben való részvételi egészséges reflex, de utána szépen az ember kezdi ennek a helyét átadni, ennek a helyét a spirituális, egyetemes léttudatának, az isteni öntudatának, az erkölcsi énjének, az erkölcsi személyiségének. Na most, akinek erős az énje, erős az egója, erős az árnyékénje, erősebb a karmája, ezt nem akarja átadni. És általában pontosan a levegő jegyre jellemzőbb inkább, és a tűz jegyre is, de hát szóval mégis minden karmára, de inkább erre a kettőre, tehát a szoláris személyiségre, a maszkulin személyiségre jellemző. Na de nehogy azt higgyük, hogy nőkben miatt nincs meg. Mert nőkben ugyanakkor arányban jelentkezik a tűzkarma, vagy a levegőkarma, mint férfiakban. Tehát ilyen szempontból nincs nemek szerinti. De azért például a bak és a skorpió is felzárkózik azért ide a maszkulin karmát. Ja, de te teljesen más miatt. Teljesen más okokból. Tehát a bak, most vegyük egyszer a skorpiót azért, mert az nem akar újjászületni, tehát az nem akar megváltozni, nem akar átváltozni, tehát ő eleve megváltás ellenes magatartással jön a skorpió karmás személyiség, ugye? Nem a skorpió karmás, a skorpióra az pontosan a megújódás, az átalakulás, a teljes kicserélődés, amit mondanak a vallásban, mint az a skorpióra jellemző, a pozitív, vagy a általános napjegy szerinti skorpióra. De amikor ez karmában jelentkezik, pontosan az ellenkezőit csinálja, tehát lázad minden ellen eleve, ami tőle átváltozás, mindenféle változás ellen. Ezek eszélik ki ezt a megható romantikus, liberális idiotizmus, hogy az Isten is szeret úgy, ahogy engem van, engem úgy tessék elfogadni, és engem úgy fogadjon el, aki szeret, ahogy milyen vagyok. Hát még az Úristen se fogad el olyannak, aki amilyen vagy. Tehát ez egy akkora ostobaság, hogy nem igaz, és ezt hollywoodi könyvbírók, nem tudom, hány hollywoodi filmben már hallottam ezt, hogy őt úgy szeressék aztán, mert ő egy csodálatos teremtménye a létnek, és az közben a karmája beszél belőle. Na, tehát ez a legkevesebb, hanem nagyon általánosítottuk a dolgot, de tényleg én csak azt írtam eddig, hogy furmányos, de most azt kell mondjam, miután hogy 3-4-5 horoszkópot elkészítettem, amelyek nagyon-nagyon, hogy mondjam, levegősek, tehát főképp ikrek és szűzcentrikusak voltak, szűz meg ikrek karma. Igen, viszont az más, az még veszélyesebb, de más. Tehát az a helyzet, hogy tényleg itt rengeteg, mert ezeknek Merkur az uralkodó bolygója, vízöntőnek meg Uránusz az uralkodó bolygója. Tehát a lényeg az, hogy most már azt kell mondjam, eddig azt mondtam, hogy zseniális az árnyékén, mert elképesztő, hogy az ember, tehát a gazdát úgymond, igen, mennyire hülyét nem tud csinálni az emberből az árnyékén. Hogy egy nagyon értelmes és nagyon-nagyon magasan képzett és jóindulatos, jóakaratú és művelt emberről van szó például. Egyszerűen azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy neki lehetetlenség az, hogy ő egészséges gyermeket szüljön, és hogy egyáltalán gyermeket szüljön a világra, és hogy az Isten kísértés lenne számára, és bűn lenne az ő részéről, hogy a gyermeket szülne, és biztos, hogy akkor nyomorék lenne a gyermek, mert hogy ő valamiért akkora bűnös, hogy neki nem szabad gyermeket szülni, mert az Isten azt nem venné jó néven a részéről. És a dolog pont fordítva van, kérem szépen. És ennek az embernek persze, hogy a Lilitje volt az ikrekbe, egyébként abszolút majd, hogy nem tiszta jó holdja, tiszta, nagyon-nagyon, egy nagy trigonon volt róla. Persze kapott negatív fényszöveket is, de egy és persze 11-es házba, ugye, mondja. És ráadásul olyan foglalkozása volt, ahol ő magának nagyon jól meg tudta állapítani, hogy biológiailag semmi problémája nincsen. Kérem szépen, és még azt mondja, hogy én azt akarja hallani, hogy én mondjam, tőlem akarja hallani,
erősítsen meg, hogy ez nem igaz. Hát mondom, hölgyem, miről beszéltem én egész horoszkópban? Pont az ellenkezőjéről, hogy önnek éppen, hogy kötelessége kellene, hogy legyen. Persze. Mert minden embernek az tulajdonképpen, de hát most már ez megint világszerte elhangzik, és egy csomó ember azt mondja, hogy nem kötelező gyermeket szülni, mert neki egyéb más feladatai vannak. Nagy, nem tudom, hogy milyen nagy, misztikus, sodabogaras, csimboraszós, libikókás, és nem tudom, hogy milyen nagy, érdekes, tudományos... Ez egy jó példa rá, hogy amit liberálisnak és felszabadulásnak gondolnak az emberek, hogy akkor lehessen azt is, hogy mit, nem mindenkinek kell, nem mindenki pontosan született arra, és akkor az ilyen, ezek az eszmék megerősítik azt, hogy hát neki azért nem lehet, mert ő nem tudom, ilyen elátkozott személy. De tudod, mi a röhelyes? Az, hogy bezzeg, de hogyha nem lenne fogamzásgátlás, akkor ez fel se tevődne az attól. Tehát az, hogy... Hát, tényleg. Hogy azt mondja, hogy ja, nem úgy született... Ja, tehát ez a nő is igen, nem abszűz. Nem, abszolút nem. Tessék, ez olyan, mint a virtuális világ, kihúzod azért a konnektorból, kihúzod az áramot, csak a vége megszűnik. Nagy filozófiákat alkottak a virtuális világról, mint a, tessék kihúzni, tessék kikapcsolni a számítógépet, vége a virtuális világnak, hogy milyen befolyása van, mekkora nagy ügy, milyen nagy ügy. Na, tehát az árnyékén ennyire rafinált tud lenni, kérem szépen, hogy pont a fordítottját szugerálja az embernek. És ennyire aljas módon, ennyire sötét módon, hogy azt mondja, hogy mondom, hogy ő azt hiszi, hogy az Isten megbüntetni akkor, hogyha ő gyermeket merne szülni, és közben arról volt szó, hogy igazából nem akarom elmondani az egész horoszkópját, de tűzjegyű volt a napja neki, és olyan helyzetbe, hogy ő félt a férfiaknak, nem a, hogy mondjam, tehát a közösségétől úgy, hogy szeretkezni velük, meg így, hanem olyan értelemben, hogy nehogy komolyan menni, tehát nekem elköteleződni egy férfinak, akkor feltevődik a teljes elköteleződés, a teljes odaadás kérdése. És teljesen negatív volt az Uránusza. És ő ettől félt, a teljes odaadástól, a teljes elköteleződéstől, és akkor ezt eszelte ki, az árnyék lénye ezt a teóriát, hogy azért nem kell neki elköteleződni egy férfitől, mert akkor már akkor lenne gyermek, és hogyha ő gyermeket vállalna, akkor megbüntetni őt az Isten. Ennyire aljas az árnyékén, ezt akartam mondani, és esetleg, hogyha te tudnál mondani a árnyékén erről egy pár példát, nem ártana. Ugye? Mert nekem is van valami, de nem annyira... fangosacska az is néha, de ilyen nagy, zseniális dolgokra nem inkább kér. Oda tudok példát mondani, amit, hogy kezdtük a videót, és elmondtad a levegő karmánál, tehát hogy vannak ezek a félelmek, hogy például, hogy nem tudok megbízni benne, tehát hogy mindig egy ilyen félelem, hogy te nem szeretsz, nem tudom mi, ilyenek, és akkor, hogy az árnyékén, úgymond, tehát persze a holok kormával együtt, tehát ezt megbeszéltük, hogy félreértések történnek, vagyis én félreértek dolgokat, amit te mondasz, és akkor én mindig kétségbe esek, hogy akkor ez már annak a jele, amit ő mindig is féltem, hogy te nem szeretsz, és akkor hogy mi külön kell váljunk. És a lényeg az, hogy ez ugye megakadályozta azt mindig, hogy megbízok igazán benned, és hogy igazán fel tudjak oldódni, tehát az elejétől kezdőig is minden adott arra, hogy megbízok benned, és hogy ettől legyen tényleg igazi a párkapcsolatunk, a házasságunk, és hogy az árnyékén ezzel akadályoz meg, hogy mindig azt csugalja, hogy de nem, mert meglátod, hogy nem szeretsz, Szilárd, és akkor elég egy olyan mondat, amit én valahogy félreértek, és akkor már azt gondolom, hogy jó, akkor most itt vége mindennek, mert igaz. De zseniálisan félre tudod érteni. De annyira, hogy semmi köze ahhoz, amit ő félreértett, annak ahhoz, amit én mondtam. De abszolút semmi köze nincsen. Ja, és mégis félre tudja érteni. Ja, igen. Tehát félreérteti veled az árnyékénet.
De, na, ezt akartam még így példának felhúzni, vagy erre a jelenségre felhívni a figyelmet, hogy akiben egyszer benne van egy félelem, tehát hogy ezzel kell végül is foglalkozni, és ezt kell feloldani, mert én is éreztem, hogy ott van az elejétől kezdve ez a félelem, hogy te nem fogok megfelelni, nem fogsz szeretni, és az, hogy a valóságban ennek az ellenkezője történik, az nem elég feloldani, tehát ez nem hat az árnyékére. Nem, nem. Ezzel másképp kell foglalkozni, naplóba, mantrákkal. Naplóírással, igen. Igen, és na, tehát azt akartam mondani, hogy a félelemre kell koncentrálni, és azt el kell érni, hogy az ember feloldja, mert máskülönben, amíg az ott van, akkor mindenbe beleképzeli tulajdonképpen, amiben csak lehet. Minden horoszkópnak megvan a maga karma oldási lehetőségeiről szóló életfeladatköre. Például a te esetedben én tudtam, hogyha most Viola Magyarországon volt 3 hétig, és szerencsére csak egy keveset volt a szüleivel, a szülők aztán visszamentek Németországba, és egyedül volt alkalma, lehetősége magára maradni, tehát úgy, hogy ividő se volt vele, ividő is itt volt velünk. Tehát 3 hétig több mint, tehát majdnem 4 hetet voltál kint, ugye, és akkor majdnem 3 hetet egyedül lehettél. Igen, tehát Violának van egy napja a remetéskedés házába, a 12-ös házba. Tehát fel szeretném hívni a figyelmét azoknak a személyeknek, akiknek. Tehát nem véletlenül van az a 12-ös ház, kérem szépen, azt tessék komolyan venni. Mert azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat nem tudsz csak úgy megérteni, és bizonyos képességekre csak úgy tudsz szert tenni, hogyha az illető háznak a gyakorlati, hogy mondjam, életfeladatait felvállod, még akkor is, hogyha ezek nagyon-nagyon misztikusak. Nagyon elvontak. Tehát neki szüksége volt arra, hogy egyedül lehessen magával egy eléggé elhagyatott helyen, mert mondjuk, hogy nincsenek ott a szülők, és ott a szomszédházban nem lakik senki, és a másik házban sem lakik senki. Tehát majd, hogy nem egyedül kellett, még szüksége volt egy kicsit a félelemre is, ugye, a szorongásra, mint a remetének kint az erdőbe. Most Violának nem kellett kimenni a remetéskedni az erdőbe. Nem, de így van, ott is ott. Igen. És kell egy ilyen, mert a feszültséget, hogy mondjam, egy belső spirituális feszültséget okoz az embernek, és hogy mondjam, egy ilyen kényszerbe hozza az embert, hogy csak pozitív dolgokról gondolkozzon és képzelegjen, pontosan azért, hogy ne történjen vele semmilyen baj. Én, mint ahogy te leírtad az ebből. Igen. Ezelőtt, vagy 14 évvel, 15 évvel, ugye elfedeztem fel, vagy 16 évvel, akkor Medárda 2-3 éves lehetett, tehát most így visszaszámolok, 18-ból kiveszek 3-at, akkor maradt 15, ugye, 14, hogy amikor a Zete Laki tó közepén úszok, vagy legalábbis akkor, amikor úgy körülbelül legalább 1 kilométer, ha nincs is, de 800 méter minden parttól, minden, ugye, és alattam a nagy 33 méteres mélység, akkor kénytelen vagyok fegyelmezni magam, hogy semmi agresszív dologra ne gondoljak, abbéli félelmemben, hogy akkor esetleg megfulladok a tóba. És direkt azért kényszerítettem magamat, hogy keresztül kasul, átlósan össze-vissza ússzam az Etelaki tavat, hogy minél többet legyek ilyen állapotban, ahol nem merjek agresszív gondolatok, még csak gondolatot sem, képzetet sem forgatni a fejembe, azért, hogy mert rájöttem, hogy ez nekem veszélyes, tehát a teljesen negatív marsom ott van egyedül, ott van a 3-as házban a Lilittel, és hogy nekem rossz az, hogyha agresszíven gondolkozok, mert mit tudom én, ütöttem meg itt vagy ott a kezemet, lábamot, fejjel nekiúztam a sziklának, stb. Egyszer beugrottam a vízbe, és pont ott meredt ki egy kő, és ott vertem be a homlokomat, stb. Én rájöttem, hogy csináltam egy tutajcsarról, leszöktem. Hogy itt az agresszivitásra kaptam a jeleket, ugye, és hogy tartsam magamat több lehetőleg percen, lehetőleg egy órán, két órán keresztül is, amíg például átlósan felúztam a sikaszói ágba, ugye, hogy addig nem vagyok agresszív. Na és akkor így ugyanez van a remetéskedéssel is, ez a 3-as ház ugye, volt nálam a marssal,
De az Uranuson például a 12-ös házban van, de én azt már azelőtt csináltam a sátorral, kint ültem valahol. A természetben ott medvék jártak, stb. Ez még Medárdal pici volt, egy éves volt akkor is. Én kint hosszú-hosszúban kint ültem a sátorral, hogy 3-4 napig, és azután jöttek a feleségem és a barátaim ki. Tehát az nem volt probléma, de az, hogy tényleg közvetlenül, úgymond a félelem segítségével, tehát a félelmet is lehet segítségül hívni közben, arra, hogy az ember szoktassa ahhoz a tudattalanját és a gondolkozási reflexeit is, hogy csak is pozitív dolgokról gondolkozzon és képzelegjen. Na most az árnyékén mindig olyan helyzetbe visz bele, ahol neked a karmát feloldásához nincs lehetőséged. Mindig azt tanácsolja, hogy ne azt csináld, amit az asztrológus mond, például, hogy így és így, ilyen és ilyen gyakorlati életkörbe bemenve. Hát igen, mert a legkisebb ellenállás felé visz, ugye? Tehát ahol már egy kicsi félelmet érzel, vagy sejtesz egy kicsi kellemetlenséget is, nem vagy nehézséget, nehézséget. Akkor már az árnyékén az embernek fülébe dudusol, hogy na hát azt ne, azt nem. Hát ő találta ki az egész tudományt, az egész technikát. Mindenféle könnyítési technikát ő talált ki, kérem szépen. Hogy nézzük meg, hogy mi lett abból, hogy nagyszerű dolog, hogy mosogatógép, hogy porszívógép, stb. Internet, mit csinálnak a nők? Csettelnek a férjeikről, pletykáznak és mocskolják a férjeiket egymásnak. Hát meg nagyon sokan küzdenek azzal, amivel én, hogy nem szeretnek, tehát hogy idegesíti őket a házi. Ja, na. Igen, hát az más kérdés, hogy téged nem raktak oda a kicsi korodba. De az, hogy nagyon hamar el tudják végezni a porszívóval, a mosógéppel, ülhetnek oda csettelni, és akkor unalmukba, ugye, mert ott van a levegőkarma, meg aki adja az ötleteket, és ott van a tűzkarma, ugye egy tűzkarmás, levegőkarmás nő, persze, hogy mit csinál, azon az jut eszébe, hogy ott van a másik, szintén hozzá hasonló karmás, hogy mocskoljuk egymás férjét egymás között. És abból semmi, az égvilágon semmi jó nem származik. Na, tehát nagyon kell vigyázni, mert hogyha ezt az árnyékénes problémát, ami mondom, hogy az emberiség 70%-ára jellemző, jó árnyékénje, csak nem olyan veszélyes, hogy schizofrénia. Tehát a pszichiáterek és a pszichológusok már csak a végső fázisába találkoznak vele. Tehát az egész társadalmunk, az egész minden, akár romániai, akár magyarországi, telve van az árnyékén spekulációival. A kérem szépen a tévébemondók, azok a nagyon értelmes műsorvezetők, akiket meghívnak, mind az árnyékénjük által manipulált, ugye, hogy mondja a vallás a korrupt, logika szerint gondolkozó embereknek a filozófiáját, hogy mondjam, fossa ki a száján, bocsánattal legyen mondva, hányja ki a sok izét, az, hogy kellemes, és hogy hát egy gyermek, persze, az mekkora nagy ügy. Ja. Két gyermek, az aztán rettenetesen nagy ügy, az már nagy család a két gyermek. Tehát a hazugságok hazugságai, hogy már észre se veszi az ember ezt a, tehát, hogy mondja, egy olyan logikai rendszert hozott létre az árnyékén, közmegegyezés, a hazugságrendszerek közmegegyezésre, ugye, amely mind arról szól, hogy minél kényelmesebben élni, minél kellemesebben tölteni az időt, lehetőleg minél kevesebb erőfeszítéssel, ugye, és ez nem igaz. Nem igaz. Tehát az élet rendeltetés az arról szól, hogy igenis kellenek megpróbáltatások, kellenek küzdelmek, kellenek nehézségek ahhoz, hogy az ember bizonyos dolgokra rájöjjön, és bizonyos karmikus negatív késztetéseket elhagyjon. Kicseréljen magába karmikus negatív késztetéseket. Erről szól az élet. És erről nem akar beszélni senki, hogy a nagy beavatások, kérem szépen, a szoláris énhez vezettek el, tehát az isteni éntudathoz, az egyetemes léttudathoz, mert hogy bújjál be, azt mondja a vallás, hogy egységesülés, egyesülés az Istennel. De hogyha nekem van egy külső távol Istenem,
akitől én félek, s akitől be vagyok tojva, s aki előtt hasra esek, stb. Halálom után se tudok vele egységesülni, nem tudok azzal egyesülni. Hát teljesen illogikus az egész. Tehát Jézus, amit tanított, kérem szépen, semmi újat nem tanított az összes beavatási hagyomány rendszerekbe. Tessék elolvasni Hammas Bélának, mert ő aztán dokumentálódott a Scientia Sacra 1 című kötetében összefoglalt eszéket, és nem kap más benne az ember, hogy Iránba, akárhol, Ázsiába, Mongóliába, mindenütt arról szóltak a beavatások, hogy a szoláris én, a személyiség tudat megnyíljon a nagy én felé, a nagy isteni én tudat, az egyetemes léttudat felé, és azzal azonosnak tudja érezni és érzékelni saját magát. Jézus is ezt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És erre fel a banditák, a trógerek, illetve az árnyék én, minden, hogy mondjam, a kornak, a kór spekulánsainak, és a nagyjainak, úgymond a királyainak, és a teológusainak, és a filozófusainak az árnyék énje, arra vezette rá, hogy ezt az a sötét aljasságot, ezt a sátáni aljasságot kitalálják, hogy Jézus a maga kiváló, mindenek fölött álló isteni személyiségét nyilatkoztatta ki, de ti és mi kicsi nyomorultak, ugye, akik porból lettünk, sporrá válunk, hol vagyunk mi az ő nagy isteni személyiségétől, mert ő egyből az Úristentől jött, és oda is ment vissza, állítólag egyből a mennybe ment 40 nap után, miután. Ezek misztikus marhasságok, kérem szépen, misztikus fantazmagóriák, hogy egyből felment a mennybe az atyám. Hát én is oda meghalálom után az atyámot. De hogy ő nem halt meg rendesen, hanem feltámadt, aztán nem lehet tudni, hogy ment az atyához. Na, tehát a mennyek országában. A mennyek országa, kérem szépen, az egy a horoszkópban a sárkány fej által jelzett spirituális, lelki, szellemi állapot, amikor is már ezzel az isteni személyiségemmel, úgymond, mindenki a saját maga énjével, amelyik kezd azonos lenni az egyetemes énnel, az egyetemes léttudattal, hogy egyre inkább felismerje saját magát benne, úgymond. Tehát felismerjem azt, hogy én vagyok. Erről szól a Véda, erről szól a hindu nagy szentkönyv, nem a sok istenségről, a sok démonról, stb. Arról nem szól a Véda. Az már a vallás része, a vallásos része. Tehát a metafizika, a hindu metafizika erről szól a felébredésről, a ráébredésről, hogy én magam vagyok az. Na most az árnyékén mind olyan játszmákat talál ki, akit téged távol tart ettől a nagy isteni egyetemes léttudattól, ettől az azonosság tudattól, hogy lényegileg onnan jövünk, s oda megyünk el. Tehát még a reinkarnáció is ennek a ravasz gazembernek a találmánya, ugye? Hogy majd halasztás bűnébe fetrengve itten, majd most egy kicsit élvezkedünk, még egy kicsit banditák vagyunk, még egy kicsit trógerek vagyunk, és akkor majd aztán jövő reinkarnációban majd helyrehozzuk a dolgokat. Ugye? Emlékszem, hogy találkoztam egy ilyen jogás családdal, nem család volt, csak házas pár, egy Gyergyóban, és látszott a nőn, hogy aki már Violánál idősebb volt, hogy él és hal ividőt szívja fel az izével, minden pórusával, tehát hogy annyira kívánt az, hogy ő ott volt benne az anyai ösztön, ugye, és az, hogy édesanyja legyen, de ennek a bandita Bivolárunak a hívei voltak, ugye, aki kitalálta, hogy nem szabad gyermeket szüljenek az izék, az ő misának a hívei, ugye, és amikor elmondtam azt a dolgot, hogy ez így, ez a reinkarnációval a dolog, ez hamis, és hogy ők miért nem, dicsérgették a gyermekeimet, sem mondom, hát ti miért nem, nektek miért nincsen, hát ez nem nagy ügy. Ja, és akkor a férfi felháborodott, hogy hát ilyen nincsen, hogy reinkarnáció nélkül nem létezik, spirituális valóság, és hogy az majd ők a jövendő, másik inkarnációba kell a gyermekeiket megcsinálni, stb. Na most ez az árnyék élet. Ez az ördög, kérem szépen, ez a sátán. Erről beszéltek a középkori misztikusok és démonológusok és szerzetesek.
ez maga a sátán, ez a, az, a, az a spekuláns, egoista, huncut, ravasz árnyékén, az képes bebújni, mondom, vallásba is, tudományba is bebújik, a jogába is, mindenütt kitalálja azokat az elméleteket, amelyek segítségével az ellemi, legegyszerűbb, legnormálisabb életfeladataidat ne tud teljesíteni, mert akkor, tehát az árnyékén kapcsolatban van a démoni világgal, tehát azzal a világgal, amit a Lilith hoz létre, ahol vannak ezek az abszolútumból, úgymond kijött, kiáramlott ősideák, amelyeket a polaritás és a fokozás törvénye átváltoztatott, ugye? És hogyha van reinkarnáció, akkor olyan értelemben van, hogy szétdarabolódsz majd, tehát a pokoli, tehát az, amit például Hieronymus Bosch nevű középkori fantasztikusan zseniális festő, ugye tessék megnézni a műveit, ahol az ördögök hogy darabolják fel, az reális, reális víziója volt a festőnek, hogy darabolják fel az ördögök a lelkeket, ugye, és mert reinkarnáció, azt mondja, az a bizonyíték a reinkarnációra, hogy emlékeznek, mit tudom én, hogy korábbi életükben kik voltak, csak egy kicsi részletére emlékeznek, az a részlet éppen egy darab, egyben maradt, úgymond, hogy az ördög szétvált őket, most már legyünk mi is misztikusok. Tehát nem oszlik szét teljesen, ugye, az a lélek, akinek nem sikerült visszajutni az isteni létbe, az isteni világba, hanem visszakerül abba a világba, ahol vannak ezek a bolyongó ősideák, és akkor valami emlékfoszlány ott ragad, ráragad, és azzal visszajön. Végülis, hogy Hamvas a karneválba leírta, hogy végülis ő ott karakterjegyek szerint ott ismétlődtek az emberek, tehát különböző korokból írt le, vagy talált ki történetet, hogy bemutassa ezt, hogy bizonyos karakterjegyek, amik úgy megkülönböztet, vagy kiemelkedik. Ugyanazok, igen. Azok az archetipusok, azok az emberi típusok jelennek meg. Ezt igen, Hamvas írja le, és a Márkusz nevű beavató mesternek a szájába adja, hogy a Bormester Mihályt ahogy tanítja, hogy az egységlátást, hogy tudja kialakítani magába, hogy lássa meg a különböző típusokat, és a különböző ostobaságokat, a különböző rögeszméket, amelyek állandóan vissza is visszatérnek az egész emberiségbe, hogy megtaláljuk mindenütt. Tessék megnézni, hogy itt vagyunk nagy civilizáltan, nagy technikával és tudománnyal, és milyen sátáni dolgok történnek most Nizzában, mi volt. Csak elég volt a konstelláció, én megmondtam évelején, hogy ez lesz, de Kalló Jenő is megmondta, ugye, hogy mi lesz, és azt hiszem te is írtál, nem? Vagy ki írt még? Marika írt arról, hogy mi lesz ebben az évben. Tehát minden asztrológus, tehát egyértelmű volt, hogy ilyen nyár lesz. Tehát nem volt elég a nizai merénylet, egy őrült, amelyik elindult ugye azzal a tírautóval, és lekaszabolt hány embert? 84-et, igen, stb. És 200 sérült. Tehát rá két napra, kérem szépen, elég volt a holnak keresztül menni a Skorpió Liliten, azt ott a tudattalanult az embereknek jól fel turbózta, ugye, az ellenséges az újjánemszületési késztetéseket, akkor utána jött melyik bolygó, a Mars, a Mars szintén Skorpióba, ugye, a harci kedélyeket, és tessék megnézni, hogy katonai pucs lett izé Törökországban. És utána ráment, ugye a nyilasban álló Szaturnuszra, Szaturnusszal együttállva visszalőtte az Uránusznak, az Uránusz addig egyébként is negatív fényszögekben volt ezekkel, és berobbant, mint egy vulkán, ez történt Törökországban, lett ez a pucs, aminek viszont már mennyi volt? Ezres számú volt. 260 halott. 260 halott, és nem tudom, hogy mennyi ezer számú. Azért sebesült. Na, tehát ezt mind az árnyékének csinálják, mind az árnyékének a fantazmagóriái, és ez a világ, kérem szépen, amelyik egyre istentelenebb, de nem vallásos szempontból, hanem spirituális szempontból. Mert a vallás isten az most már nem ér semmit az embereknél. Tehát oda jutottunk, hogy krízisben van az emberiség. Tehát egy csomó minden ott van, egy csomó eszközzel, mint ez a felvevő masina is itten rendelkezünk, ugye egy csomó technikai könnyítési lehetőséggel, ugye? És ez ahelyett, hogy spiritualizálódna vele az ember, és általa, annak segítségével,
a hét egyre vadabb lesz, egyre állatibb lesz, illetve civilizált lesz úgymond európai, vagy európer, vagy éppenség amerikai. Kérem szépen, de ott is volt egy álmokfutás, ott is volt valami lövöldözés a múlt hónapban, ugye? Igen. Hát egész nyáron megmondtam, hogy ez fog lenni. Na, mindegy. Tehát, de ez miért van? Azért kérem szépen, mert mindenki azt hiszi, tehát egyszerűen elképesztő, hogy nincs az megmondva, hogy az embereknek mi az életének a célja. Tehát a megváltás, a megváltódás, és az nem úgy, mint ahogy a vallás mondja, hogyha ájtatoskodsz és meghajolsz, és könyörögsz Jézushoz majd, hogy járjon közben, hogy az atyánál, hogy bácsom, hogy mit tudom én, hogy van az mások, akkor a hülyeség, hogy nem igaz, ugye? Nem. Elvileg Jézus megváltott mindenkit, tehát ezt... Ja, ez meg a még nagyobb disznóság, hogy már eleve úgy bónuszként előlegben megváltott mindenkit, ugye? Ez a még nagyon nagy marhosság, és akkor, hogy az ő híve lesz, akkor már tele ezzel megváltott. Nem, tehát óriási belső erőfeszítéseket kell tenni a karma oldása érdekében, illetve a karma megfelelő pozitív tulajdonságok és képességek elérése érdekében. Na szívem, mondja tovább egy kicsit, mert elfáradtam. Mit folytassak? Hát ezzel az énnel, te hogy vagy például, aki most nagyon frissen cseppentél be ezelőtt 7 évvel? Ez még nagyon friss, ez a világ neked. Igen. Hát akkor te felelősség. Na ez az. Hangsúlyt kapjon, hogy én arra jöttem rá, hogy azért nem tudtam haladni úgy, ahogy kellett volna végül is a karma feloldással, mert legbelül hiányzott az, ami a Szaturnuszhoz tartozik, egy olyan belső ilyen felelősségtudat, amivel saját magamnak belülről tehát tudom irányítani, és tudok határt szabni. Tehát úgymond hiába van meg egy ilyen pozitív vágyakozás, hiába van ott az akarat, tehát hogyha most mondanám azt, hogy mondjuk hiába van meg egy Mars szintű akarat, egy vénuszi vágy, vagy akár egy neptunuszi, egy igazán, tehát így szeretetből egy vágyakozás arra, hogy megváltozzak, és bizonyos hibákat többet ne kövessek el, például, hogy ne hezteljek, ne haragudjak, vagy ne féljek például olyantól, amit tudom, hogy nem racionális félelem. Hiába vannak meg ezek, hogyha az emberben nincs meg az, amit végülis az apaságnak is ez az ősereje, a Szaturnuszban ez a határkijelölés. És én azt is mondom, hogy ezt nem ismeri a világ, a modern világ, az apának ezt az értékét, hogy ezt át kell adni a gyermeknek, és így lehetünk felnőttek, hogy ez a képességünk megvan belül. Tehát enélkül, amíg ez belül nincs meg, addig nem fogjuk irányítani az életünket, és nem is lehet... Az életedet nem tudod irányítani, csak a képzeletedet tudod irányítani, mondja. Tehát azt akartam mondani, hogy nincs, ahogy megnyugodjon az ember, nincs, ahogy biztonságba érezze magát, mert tudja, hogy a saját maga belső negatív erőinek végül is úgy van kitéve, mint tényleg az ősember a természet viszontagságainak. Tehát, hogy ugyanúgy, ami belül van erő, és ami kívül a természet, tehát, hogy bármikor a villám becsaphat, az árvíz elvihet, ilyenek. Tehát ugyanezek az erők megvannak belül. Ugyanúgy a villamos is kiszaladhat a sinérről, se üthet, nem? Vagy egy betépett srác elindul egy utcán, mint Bécsbe ezelőtt egy vagy két éves, vagy öt embert letarolt, ugye? Egy fiatal gyerek, aki bekokózott. Tehát bármi megtörténhet az emberrel akkor, hogyha a képzelet világa nincs átalakítva. Tehát addig, amíg a képzeleted a karmád szerint működik, és beidézi a sorsodba azokat a negatív képzeteket, amik a karmád szerint valók. Tehát azokat a fordított ősideákat, azokat a kundabuffereket, azokat a negatív képzeteket, amelyek ott vannak a te spirituális struktúrádban, addig, amíg pozitív képességek és tulajdonságok, vagy mondjam, képzelgési késztetésekké át nem alakítod őket. Tehát, hogy hiába van az, hogy megértettem, és hogy nem így akarom, az, hogy kell az a képesség, ami szerintem Szaturnuszhoz tartozik, még nem tudom más. Igen, és te emlékezz csak, mit írtál nekem levélbe, azt írtad, hogy te nem is gondoltad volna, mert azelőtt is beszéltél felelősségről eleget,
Csak azt mondtad, hogy most jöttél rá arra, hogy ez egy férfias erő. Ezt édesapától kell tudni megtanulni, tehát mondjad el. Nem akartad mondani meg, hogy tettél egy kezdet hát a kezedet? Hát most már nem tudom, hogy mit... Hát azt, hogy ezt a magaddal, ezt az önfegyelmet, ezt a belső fegyelmet. Hogy megtiltani saját magamnak, hogy negatívan képzelegjél. Igen, hát ezt az előbb is erre utaltam, hogy az apák kellene megtanítsák. Ja, nem fejtettem ki eléggé, hogy igen, mert az által, hogy úgymond az apa, ahogy ugye a tradicionális apát ismerjük, ugye, hogy az apai szerep az a határt jelölés. Hogy ott igenis, hogyha az apa egyszer erélyesen azt mondja, hogy ezt többet nem csinálod, akkor hogy az mégiscsak egy olyan visszatartó erő, és egy gyermeknél ez kívül van, tehát a gyermeknek ez nincs meg, és nem is, tehát ez nem úgy, tehát az később fog, később fejlődhet ki. Tehát egy gyermektől még nem lehet, mert nincs ahogy elvárni egy akkora felelősséget, mint a felnőtté, és akkora önfegyelmet. De viszont csak így tanulható, hogyha van egy olyan apa, és persze az anyák is ezt kell gyakorolni. Ezt utalják a liberálisok, ezt akarják kiirtani a pszichológusok, igen? Igen, és ez manapság ez szégyen, hogy hát a gyermekkel így nem szabad, mert ezzel rontod el. Közben nincs ahogy, tehát nem születik úgy gyerek, hogy erre ne legyen szüksége. Tehát enélkül már biztos, hogy nagyon nagy nehézségekkel indul neki valaki, aki így nő fel, hogy ez, tehát hogy ezzel az őserővel úgymond nem hozzák harmóniába, hogy nincs meg a szülőbe, és mondom, tehát ez inkább ugye sokkal többet inkább az apa részéről. De az édesanyja is gyakorolhatja nyugodtan. Igen, csak hát, na, tehát azáltal, hogy mégis az apa a férfi, és többnyire ő a Szaturnusz megtestesítője, ezért a gyermek is máshogy viszonyul hozzá, másképp reagál. Tehát úgymond az anya azért nem nagyon tudok olyan esetet, hogy ezt igazán pótolhatná az anya, de nyilván hogy az anyában is ugyanúgy, tehát a nőnek a képletében is ott van a Szaturnusz. Hogyne, egy erős, erélyes édesanyja meg tudja csinálni. Főleg amikor egyedül maradt 3-4 gyermekkel, ugye? Meg kell. Akkor nincs mit csináljon, tehát akkor már nem megy a tojatás, már nem megy a kényeztetés, akkor már meg kell követelje a nagyobb gyermekektől, hogy legyenek fegyelmezettek, igenis viseljék a gondját a kicsiknek, mert másképp nem, hogy mondjam, idegbajos lesz, ugye? Másképp nem lehet a... Igen, tehát ez a belső felelősség, és arra jöttem rá, hogy valahol, és meghagytam magam, azt vallottam, tehát legbelül még azt szerint működtem, hogyha jön egy érzés, hogy akkor azt kell hagyni, mert mintha az hozzátartozna, hogy hát mindenki úgy egy egyéniség, vagy hogy úgy egy ember, tehát mint az a személyiséghez hozzátartozna, hogy ha most ezt érzem, és azt érzem, azt érzem. És akkor megint és van. Ugye, hát hogy mintha attól működne a sors, de ettől nagyon negatívan működik a sors. És teljesen, tehát hogy teljesen kontrollálja kell venni az érzéseket és a képzeletet és a gondolkodást is. Tehát, hogy fontos az, hogy az ember rászoktassa magát, és azoknak, akiket gyerekkorában nem szoktattak rá, akkor felnőtt korában ez hogyha újszerű is, de bele kell kezdeni, és ezt meg kell célozni, és meg kell szerezni az ember, minden felnőtt ember ezt a képességet, hogy mindig minden helyzetben következményekbe gondolni. De úgymond spirituális és mágikus szinten is, tehát úgymond minden érzést ellenőrizni. Tehát ha nekem van egy negatív érzésem, akkor azt mindig megállítani, és mindig végig gondolni a következményt, hogy de ennek mi lesz a úgymond a visszahatása, hogyha én engedem. Hát mert az érzelem, az érzés, az gondolatot szül, és a gondolat, tehát negatív, az negatív érzés negatív gondolatot szül. És a negatív gondolat negatív képzeletet szül, fantáziát szül. És a negatív fantáziának, a negatív képzetek, azoknak már mágikus erejük van. És a negatív mágikus erő, az már ott van, akkor az már beidéztem az életemben saját magamnak. Tehát azok, akik úgy gondolják, hogy miért ne legyen neki jóga és szabadsága rosszul gondolkozni, és negatív érzelmeket kifejezni, és megharagudni, és úgy hőzöngeni, és háborogni, és höbörögni, és úgy magát kifejezni, és tombolni, hogy miért ne lehetne liberálisan neki jóga ez.
van joga hozzá, de a következmények azok úgyis objektívek. Tehát ez a jelenség, amit mondtam, hogy az érzelmek gondolatokat, negatív gondolatokat ébresztenek, és az gondolatok képzeteket, csak képzeteknek már materializáló ereje van, mágikus ereje van, és akkor megnézi a következményeket majd. Mint ahogy te is betegségeket idéztél be magadnak, és fájdalmakat, és állandó fáradtságot. Ugye? Igen. Na tehát én is azt mondom, hogy tehát, hogy például meg kell követeljem magamtól azt, hogy mielőtt tényleg engednék egy érzést, tehát, hogy jó, az emberbe felébred, de rögtön kontroll alá kell venni, és ha az egy negatív érzés, akkor végig kell gondolni, hogy azzal rombolni fogok, azzal vagy betegséget idézek be magamnak, vagy a gyermekemnek, vagy pedig ugye anyagi problémákat, anyagi szűkösséget, tehát mindenképpen valamilyen negatív következménye lesz, és akkor, hogy ne engedjem meg. Tehát egyszer tudom, hogy negatív a következménye, akkor ne engedjem meg. És ez egy olyan dolog, amit az ember meg kell szokjon, mert tehát hiába van általánosan egy képesség, hogy gondolkozunk következetesen, de ezt akkor is gyakorolni kell, amikor az embernek éppen az érzelmei úgy feltörnek, tehát hogy valamire van egy erős érzelmi reakciója, valamitől megijed, valamiért megsértődik, megharagszik, hogy olyankor is magára kell kényszerítse ezt a következményekbe gondolkozás, hogy egyszer tudom, hogy azzal semmit nem érek el, csak negatívat, akkor ne. Tehát aminek nem akarom a következményét, azt ne engedjem meg. Tehát következményekben való gondolkozás plusz önfegyelem. Igen. Tehát a következményekben való gondolkozás oda még csak, az elég az intelligencia, elég a Merkur oda, de amit te mondasz, oda kell a Szaturnusz. Tehát, hogy meg is tiltsam magamnak, ha egyszer ki tudtam eszelni, le tudtam vezetni magamnak, hogy annak a következménye negatív lesz rám nézve, gyermekemre nézve, családomra nézve, akkor megtiltom magamnak, nem engedem meg magamnak. És a legtöbbet ez háborít fel a liberálisan nevelt emberek között, hogy ne legyen... Tehát már én is úgy nőttem fel, hogy ez a tiltás, hogy ez mint hogyha ezzel egy bűnt követnél, tehát hogy velem szemben is azt mondja a szüleim, hogy egy bűn talán, mert úgy sok mindent nem tiltottak meg, vagy ez a fegyelmezés, vagy valamire azt mondja, hogy nem, ez a határhúzás, akkor valahol az én tudattalanomban is ez megmaradt, hogy ez a kemény határhúzás, hogy azzal én nem rosszat teszek magammal, és így tovább, elég lassan. De a misztikusok mindezt mondják, mert azt hiszik a sok misztikus árnyékén által vezetett nagy okos, érted? Azt képzelik, hogy a liberalizmus az a metafizika, az a spiritualizmus. Ja, igen. Érted? Mert tetszetős. És akkor azt hiszik, hogy az a metafizika és az a spiritualitás, és akkor az a szép, hogy például nekem közben én beszóltam ottan, van ez az Avatarra nevű hölgy, nem tudom, mi lehet az igazi neve, magának adta ezt a gúny nevet, mert szerintem ez gúny név, nem is Hát ez az gúny név. Diana Boglárka, aki újfasiszta volt valamikor még, érted? Édes szüleinek, értelmiségig jógazdag szüleinek a kicsi egyetlen elkényeztetett leánya, érted? És az a fantazmagórikus marhaságokkal jön, hogy nem tudom, milyen magas körökből ereszkedett ide, és azért nem kell gyermeket szüljön. Közben... Hogy ő mennyire hiperérzékeny. Igen. És csodás szellemi. De állj meg, azt mondja, hogy ő neki nem kell, közben arról van szó, hogy ő nem tud megmaradni egy férfi mellett sem, vagy egy férfi nem képes, hogy mondjam, egy igaz egészséges férfi neki, hogy pofon verje azt a nőt, annyi az egész, már ülj le már magadnak, már figyelj ide egy kicsit, nem csak magadot árad magáról, állandóan dicsőíti, dicsinuszokat zeng magáról, stb. Tehát nem tud gyermeket szülni, nem tud gyermeket nemzeni, de csak emiatt, mert biológilag honnan tudjam, hogy biztos, hogy egészséges és normális szervezete lenne neki, de pszichológiailag egyszerűen képtelen párkapcsolatban élni, ugye? És akkor kieszelte, hogy neki nem is kell gyermeket szülni, mert ő olyan magasztos körökből. És ottan megjegyzést, tettem egy-két megjegyzést, hogy ez itt mégiscsak közé. Sőt, még iszik is, piál is még. Szóval alkoholista szerencsétlen, és annyi önfegyelme nincs, hogy türelme nincs, hogy megvárja az előadás. Előadás közben kezdett el kamera, ezért meghúzta a bütyköst, hogy mi az Isten volt ott a neki táskájában. Biztos, hogy ezért ivott, mondom már Magyarországon, mi ez a divatos az Likőre a... Likőre vagy mi?
Na olyasmi, tehát az unikum, biztos, nem. Hogy unikumot, vagy ki tudja, mit ivott. Gondolom, hogy nem szólt már egy kemény pálinkát. Mindegy, nőlétére. De lehet, nem lehet tudni, hogy vodkát ír, mert az nem érződik a leheleten állítólag. És oda jön egy srác, megmondja, hogy mit tudom, cigányok nevelték, meg kokosok között él, stb. És neki álságem elkezd tegezni, érted? És kioktatni, érted? Igen. Hogy azt mondja, hogy miattatok az ilyen negatív emberek miatt, mint én, aha, hogy nem tudunk dimenziót váltani. Milyen dimenzióváltás, milyen magasztos körök, érted? Fantazmagória az egész, mind az árnyékének a kitalálát, csinálmányai, érted? Hogy... Szerintem sikerült dimenziót váltani, hát, nem? Igen, hát, ahogy nem. Most igen. Néz ki a világ, azért elég szerintem nagy... keresztül ment egy dimenzióváltás. Igen, most nagy dimenzióváltás következik, hölgyem, uraim, az árnyékének a dimenziója következik. Következő hónapokban meg fogják látni, milyen szép dimenzióváltás következik be itt, mert ez a negatív konstelláció meddig tart, azt hiszem, vagy novemberig, nem? Minimum, azt hiszem, mert a Skorpió Lilith meg lesz. Így van. Skorpió nap, november. Na, tehát... És ez majom éve. Ez a majom éve, itt nagy felfordulások lesznek még. Európa szintén is lehetséges, vagy amely, nem tudom, tehát még stabilnak látszó országok és önhatalmak szintjén is. És mind az árnyékének csinálják, szóval azt akarom mondani, hogy de milyen magas szintről beszélünk, milyen magas spirit, hogy nem tudom, milyen képességeket ki kell fejleszteni, az a kvantumklubosok, ugye, a Tarnóczy Vilmos, aki ott hagyta a három gyermekes családját, sem ment a kis Katinkával Szentendrére, nagy felelősségtudattal rendelkező csoportja van, követik, hogy nem tudom, milyen nagy ők a nagy dimenzióváltók, körülbelül ez a Avatar a gyermek is onnan jöhetett. Na, szóval, most akkor megvan ez a hova akartam még kiukadni? Tehát, hogyha, ráadásul ez a fiú még pejoratív kifejezéseket is használt. Tehát a saját nemi szervéről beszélt, írtotta nekem, hogy... Hát sejtettem. Igen. Na, most kérem szépen, akinek ilyen gondolkozása van, hogy F-betűs dolgokról ír, ugye? Menj oda. Aha. És így nekem 63 éves, de bejön egy karate dojo-ba, kérem szépen, és akkor egy muk nem szabadna neki ottan legyen, például találkoznánk háromdanos karate mesterként, ő meg egy kezdő valakiként ottan, vagy nem tudom, hogy kézzel ír. Most már azért, mert ott az internet, akkor már most ezzel nincsen semmi baj, mert engem nem tud megsérteni. De hogy ő neki a személyiségtudata teljesen csak negatív, hogy mondjam, dolgokat fog beidézni az életébe. Ja. Tehát, hogy ennek olyan dimenzióváltása lesz, hogy abból neki semmiféle öröme és boldogsága nem lesz, hanem csak nyomorúsága és betegség, az biztos. Érted? Szóval ide akartam kiukadni, hogy vigyázzunk, mert ez az isteni öntudat, amiről beszéltem, amikor már végre megvan a következő hatás, visszatás, a következmény, ugye, hogy te megtisztultál valamennyire az öntudatod, a személytudatod, a mágikus, a mágia központja az öntudatunkban van, oda akartam kiukadni. Az isteni öntudatunkban van a mágia központja. Tehát, hogy mit tudsz és mit gondolsz magadról, és hogy hogyan beszélsz, miről beszélsz. És milyen viszonyulásod van, és mennyi, hogy mondjam, az élet szentséggel egyáltalán mennyire vagy tisztában? Hogy mondja Hamvas Béla. Hát nem lehet az élet szentség ellen prédikálni, és misztikus marhaságokat kitalálni. Az élet szentség az az élet tisztelete, ugye? Ha szeretkezünk, akkor a sperma bemegy oda a hüvelybe, akkor annak kell következménye legyen. Az Úristen úgy találta ki, nem fogamzásgátlással misztikus fantazmagóriázunk ott el is hátra. Ugye? Tehát az öntudat, a személy öntudat az annak függvénye, hogy mennyire vagy te összhangba a környező világgal, a világegyetemmel, a természet erőivel és az isteni erőkkel és hatalmakkal. Hogy mennyire rendeltette magad alá tulajdonképpen, nem a pápának és nem a királynak, nem a császárnak, nem a pártitkárnak és nem a gurunak, hanem a saját isteni öntudatodnak, hogy az mennyire tiszta, mennyire világos, mennyire szeretetteljes. Ugye? Akkor vannak, erről beszélt Jézus, akkor vannak pozitív következményei a te létednek, te gondolkozásodnak, te képzelgésednek, és akkor lesz az életed
egészséges és boldog. Erről beszélt Jézus, azt mondja, amikor ezt így és így csináljátok, akkor jutok be a mennyek országába. Na most, amikor egy ilyen ember erre teszi fel az életét, mert én erre tettem fel az életemet 1524-25 éve. És ezt már csinálom, kérem szépen, annyi ideje, öntisztítási naplót írok, felvállaltam az életfeladataimat, nevelem, gondozom a gyermekeimet, szeretem a feleségemet, még akkor is a kételkedében. Ugye? Mert ez is nekem karmikus feladatom, a mérlegben van ott a Lilitem, ugye? Hogy végre őszintén szerethessek valakit, és hogy mondjam, maximálisan együtt, hogy mondjam, együtt rezdüljek vele, egy rezgésen, egy húron, ahogy szokták mondani, rezdüljünk, és akkor ehhez meg kell adjak neki minden segítséget, és minden tudást, és minden, úgymond, világosságomat a szolgálatába kell állítani, hogy tudjon ő is úgymond eljutni addig, hogy már ne féljen többet, ne izguljon többet, ne szorongjon többet, és ne legyenek benne feszültségek, és így tovább, fölöslegesen. Tehát azzal senki nem ér semmit, hogyha oda megyek egy ilyen emberhez is legorombítom, ugye? Pejoratív kifejezés, azt mondja, öreg, éppen azt nem mondja, hogy öreg F, ugye? Aha. Te azt mondja, én tanítsalak téged 63 évesen, hülye izé, asztrológus. Ő ilyen vagány, hogy ő itt tanít engem. És akkor még mi van? Tehát szóval ettől még nincs semmi, ettől csak az van, hogy ő egy szerencsétlen, nyomorult ember, annyi. És az is marad, hogyha ezt így fogja. Ezt írta az a személy a drogosok között. Igen. A szellemiséget, de állj meg, de tudod mi a probléma, hogy ez itt jól áll, ugye? Egy ilyen vagánykodás jól áll, és azt hiszi, hogy ő neki ez jót tesz, jót, neki semmi jót nem tesz, de annak sem, aki olvassa, és azt mondja, hogy nem ilyen fasz a gyerek, nem az, hogy megmondta a hülye asztrológusnak. Érted? Tehát egy csomót rombol még ráadásul. Na, nem mindegy, szóval nem lehet itt, nem is kell cenzurázni a metafizikát, úgy előadni az interneten, hogy most már tisztelet tudom, mint a keleti guruknál, ugye, hogy ott a földön csúsznak a guruk előtt a tanítványok, az a másik véglet, ugye, nekem ilyen ambíciói nincsenek, csak szomorú, hogy ez a hamis demokrácia, tehát az árnyékének megint csak lehetőséget és utat enged, ide akartam kiugrani. És innen semmiféle fejlődés nincs, milyen dimenzióváltás, ki találtak ezt a hülyeséget, hogy milyen dimenzióváltás? Hol láttatok itt dimenzióváltást? Ki látott itt dimenzióváltást? Hogy vannak nem tudom milyen csoda izékül Dél-Amerikában csoda gyógyítók. Aztán elmennek oda, és visszajönnek, és itt kiderül, hogy igen, hogy ne, van benne valami, de nem éppen akkora. És hogy mondjam, tehát az, aki nagyon hisz benne, és akiben már a változások azelőtt megtörténtek, az tényleg meggyógyul. És akkor meg mi van? Tehát a gyógyítás, kérem szépen, az nem a spiritualitásnak a non plus ultrája. Tehát azért, mert valaki tud gyógyítani, az még nem azt jelenti, hogy ő tényleg olyan magas spirituális szinten van. Na, annak még szépen az árnyékénye úgy ügyesen ott van, még a szívecskébe, és ott még motoszkál, mert a gyógyítás is egyfajta hatalomgyakorlás. Egyfajta önhittséget feltételez, hogy nem ekkora vagyok én fölötted, hogy téged meg tudtalak gyógyítani. Tehát nagyobb vagyok én veled szemben, mert meg tudtalak téged gyógyítani, kis nyomorult. Na, mondjál szépen. Nem is öntudatod ez a gyógyítás is. Igen. Igazából ez nem egy spirituális funkció, hogy a másikat bioenergiával gyógyíts meg, mert azért is azért keletkezik az a bioenergia, mert az az illető nevés. Hát minél inkább spiritualizálódsz, hát gondolod, de nekem nagyon erős bioenergiával. Éreztette is, nem? Hát miért? Én de nem adok senkinek, hát mit, nem érek vele semmit. Hát ugyanott van, én felvilágosítom ki. Születnek ilyen képességekkel, mint egyesek a médiumi képességekkel, és az még nem azt jelenti, hogy az kell, úgymond másokat. És azzal, hogy megnyerje az életét azzal. Igen, tehát hogy másokat úgymond, mint hogyha látszólag segítene, de az hogy bioenergiát ad, az csak egy rövid távú segítség, meg ez a médium, hogy ott valami információkat ad, de azzal senki nem váltja meg magát, tehát az nem
Hát az nem váltja ki is. Attól még a spirituális ényét, ezt az isteni ényét még abszolút, jó, még jobban lezárja előtte, nem, hogy még ezért megnyitaná ezzel. Hogy egy guru oda megy, nem tudom, hogy miket csinálnak itten a homlokcsakránál, és akkor valami áramütésszerűséget éreznek, és akkor a karizmatikusok, és attól még pont ugyanúgy, hogy mondjam, egy távoli, tőlük idegen Isten személyiségre gondolnak, tehát még eszükbe nem jutna, hogy saját magukba megtalálják, a szívükbe megtalálják az Istent, mondjuk, hogy a saját belső aspirációjukba. És így tovább, szerintem ennyi volt. A lényeg az, hogy nagyon kell vigyázni az árnyékénnel, mert mondom, nem hogy zseniális, és nem hogy nagy spekuláns, hanem egyenesen aljas. Gonosz. Tessék nagyon vigyázni az árnyékényükre. Mindenkinek, akinek ikrekben, szűzben van a lilitje, vagy akinek rengeteg az együttállás a horoszkópjában, illetve a hatos és a hetes házban vannak bolygóik, vagy sárkányfarkok, vagy lilitjük. Vagy a kínai asztrológia szerint patkány, vagy sárkány, vagy majom évében születtek. Azoknak mind van, nagyon erős árnyékénye van az összes levegő jegyű karmás embernek. Mondasz még valamit, szüve? Szerintem még azt mond el, vagy én elmondom, hogy tegnap mondtál, hogy ha már itt a dimenzióváltásról szó, hogy az a tényleg az a pozitív fejlődés az emberiségben, vagy emberiség szintjén azért is nem történik meg az árnyékén miatt, mert sokakat az árnyékén vezére. Tehát ezt mondtad végül is tegnap, hogy ez az, amitől igazán gonoszok az emberek. Így van. Önzőek, és csalnak, és amiért nem, tehát nem gondolkoznak felelősen, és nem gondolnak másokra. Vagy saját magukra, tehát ilyeneket hazudnak maguknak, mindez a nő is, ugye, hogy az Istennel szembeni bűntény lenne az, ami isteni, hogy mondjam, rendeltetés szerinti kötelessége lett volna neki, egészséges embernek, ugye, és lesz most, mert remélem, hogy meggyőztem, hogy gyermeket szüljön, hát nagyon jó holdja van, hogy gyermeket szüljön a világra, gondozott, és persze, mit tudom én már, milyen volt a hatos házában, tehát családanya legyen, és így tovább, és így tovább. De mivel, hogy nagyon erős az önérzete, tudod te mi az? Tűzkarmás, igen. Az önérzete félt magát, tehát egyrészt, másrészt meg az Uránusza teljesen negatív, félt magához közel engedni a férfiakat. És ami érdekes, hogy általában el szoktam kérni, mert olyan a kérdőívem is, ugye az életükben fontos ellentétes nemű személyeknek az adatait. Hogy mondjam, tehát mind olyan férfiak képletét kaptam, tehát olyan születési adatokat, teli voltak pozitív fényszögekkel, ahogy az horoszkópjaik különleges, speciális tehetségekkel és képességekkel, és neki egyik se tett, mindegyiket szépen távol tartotta magától. Pedig tényleg, mert szép a nő maga is, szép, csodálatosan szép nő is, és művelt, és disztingvált, és behívott magának csodálatos férfiakat, és azoktól is távol tartotta magától, hogy nehogy Isten szerelmér el kellene köteleződni, mert akkor az önérzet az sérült volna. Az akkor az önérzet, ez a levegőkormány. Így van, nem tehát levegő, az is tűzkarmája is volt neki, és tűzkarmája és tűz, tehát önérzeti konstellációban született, nagyon önérzetes körös konstellációban született, és mondom, ott volt az Uránusz is, tehát az elkötel, tehát el kellett volna kötelező. Azt akartam csak volna, hogy a levegő karmásokban is, hogy mondtuk, hogy ez a biztosítás és irányítási vágy benne van, tehát ha egy nőben ez benne van, akkor egy férfiról azért nehezen. Hát persze. És pont az a dolga. Ezt nem értik, és mindent kitalálnak. Pont az a dolguk, hogy egy férfival igenis tanuljanak meg együtt élni. Igen. Akkor, ha Magyarországról hallom, hogy a női oldalamat erősítsem meg, ezt tanítják őket most a guruk, a pszichológusok, aha, mindenki. Nem a női oldaladat kell megerősíteni, szívem, hanem nőies kell legyél. És a benned levő gonosz férfit meg fogd vissza. Ja, illetve alakítsd át pozitív férfival. Ezt így nem érdeti, hogy... Azt nem. Benne hogy... levő gonosz férfi, igen, az, ami csinálják. Azt ne. Az na jó.
óvakodjanak az árnyékéntől, illetve ismerjék meg, és ismerjék fel, és próbálják a naplóírás segítségével, tudják azok, akik neki horoszkopot készítettem, mit jelent. Tehát az árnyékénet minél hamarabb semlegesíteni, mert hiába akarunk szeretetteljesek lenni, hiába akarunk boldogok lenni, hiába akarunk nagyon-nagyon megvilágosodottak lenni, nem érünk semmit az egésszel addig, amíg az árnyékén hátulról manipulál, belülről, ugye? Így van. Jó.